Ezekbe a zsákokba kerül a megyei termelők által felajánlott búza, amelynek lisztjéből elkészítik az ország kenyerét. Az Agrárkamara minden megyében kijelölte azokat a gyűjtőpontokat, ahová az adományozók beszállíthatják a felajánlásokat. Itt 67 mázs, azt hiszem, jött össze a tavalyi évben, most nagyobb érdeklődés mutatkozik. Lehet azért, hogy ezek, akik tavaly már bekapcsolódtak, valóban mozognak ebben a körben, vagy az is, hogy a felvásárlás helyekre, a falugazdászállózaton keresztül kifüggesztettük ezt a lehetőséget. Nagyon most az érdeklődés, remélem több is fog összejönni. A Magyarok Kenyere programnak három kiemelt rendezvénye lesz. 2015. augusztus 9-én Szarvason, a történelmi Magyarország középpontjában tartják a központi búzagyűjtőnapot. Az összeöntés ünnepe augusztus 16-án a Mohácsi Szent Miklós vízimalomnál lesz, ahol a begyűjtött búza egy részét jelképesen megőrlik. Az országos zárórendezvényre, a Magyarok Kenyere ünnepére augusztus 20-án Pécsett kerül sor. Lényegében azt szimbolizálja, hogy Magyarországon is minden megyében és a környező országban a magyar lakta területekről gyűjtik ezt össze, és ez az összetartozásnak lenne a jelképe, és azért is gondoljuk, hogy akkor nem csak a határon túli rászorulókat támogassuk ebből, hanem Magyarországon is, ugyanis már oda van mennyiség gyűjt össze, akivel elkezdődött 2011-ben ez a folyamat felajánlás, hogy már ők nem bírnak ennyit elhasználni, hál' Istennek, olyan sokan csatlakoznak, és akkor Magyarországon is találunk olyat, akik ezt elfogadják. A sütéseken felül megmaradt liszt nagy részét az erdélyi és a kárpátaljai árva gyerekek kapják, de az idei évben minden magyarországi megye egy karitatív szervezete is részesül az összmagyar liszt adományból.